A víz szerelmeseinek és a horgászoknak egyik közkedvelt Tisza partja Balsánál található. Ez a szakasz egy korábbi fejlesztés eredményeként elindult a fejlődés útján, amikor 2011-ben egy turisztikai pályázatnak köszönhetően látogatóközpontot alakítottak ki. A Nyíri mezőség 6 települését érintő, toppos, közel 1 milliárd forintos komplex beruházásból pedig ennek a fejlesztésnek a második üteme valósul meg. Most egy vizes blokk épül, meg további pihenőpadokkal, információs táblákkal, tanösvénnyel, parkolóhelyekkel, játszóeszközökkel, és kevesen tudják, vagy talán most már egyre többen tudják, hogy ezen a területen található aznak a hídnak a hídfője és roncsa, amely ugye 33-ban épült meg, és hát sajnos 44-ben már vége is szakadt az életének, mert a visszavonuló csapatok aláaknázták és felrobbantották. Ez is egy méltatlan környezetben volt ott, elhanyagolt az egész Balsai Tiszapart, a régi révház is, és gyakorlatilag most már ez egy nagyon szép területé kezd kialakulni. A projekt részeként lakóhajókikötőt létesítettek, és kerékpárútvonal megy végig a Tiszaparton. A fejlesztés összege több mint 42 millió forint. A fizikai befejezés 2 hónap múlva várható, már az utolsó simításokat végzik. A települést folyamatosan komplexen fejlesztik, nagy hangsúlyt fektetve az aktív turizmus adta lehetőségekre. Balsa bekapcsolásával desztinációs szintű komplex idegenforgalmi termékcsomag jön létre a térségben.